Hello mindenkinek, ez egy Minecraft videó. Most egy házat fogok bemutatni, egy igen szép házat, de remélem mindenkinek tetszeni fog. Ez egy számítógépeket akartam illusztrálni. Itt ugye ágy van, egy kis étkező rész, résznek. Ez ugye egy hűtődob ki. Most jó. Ez ugye egy hűtődob ki. Vagy hűtődob már ki. Ez ugye kidob egy kaját. Na. Igen, kidob egy kaját. Na. Ezt remélem mindenki tudja, hogy csináltam meg. Egyszerű, csak egy ilyet leteszünk. Berakunk valamit. És utána rakunk hozzá egy kart, az ajtót azt kinyitjuk, meghúzok a kart, és meg ki is jön. Látjátok? Ilyen egyszerű. Ez itt egy szép kandallócska. Ez a tévét akartam illusztrálni, ilyen valósághű dolgokat szeretek. Mindegy, az a lényeg, itt ugye van egy ilyen... Meg sem mozdulok, hallod is? Kád. Ugye van egy ilyen kád, tévét nézek, vagy festményt, vagy kinek mi tetszik. Én igazából tévének szoktam hívni. Na, ez itt ugye a felső rész. Itt ezt úgy csináltam meg, hogy itt ugye van ez a kaj, ezt meghúzom, és akkor ez kioldja ezt, amivel lecsorog onnan a víz. Szerintem jól sikerült ez a ház, de még nincs vége. Mert még be sem tette a fürdőszobát. Mondjuk az nem... Szerintem nem mindenkit érdekel, de azért nem mutatom, hogy ne legyen gond. Ezzel WC-t akartam itt szintén csak illusztrálni. Kimegyek. Na. Azt mondja, hogy erre még vannak szobák. Itt vannak ilyen csodaszép szobák, ilyen képecser. Én nagyon szeretem igazából ezeket a képeket. Mindegy, itt is számítógépet akartam illusztrálni. Most lemegyek a különlegesebb dolgokhoz. De nem a creeperhez, aki itt küldött az előbb a kádomba, és még mindig ott van, és akkor már idegesít, mert nem tudom, hogy így felrobban-e vagy nem. Mindegy, mutatok még rejtett ajtót. Ez ugye azért van, na baszod. Ugye azért van itt, mert ugye itt le lehet menni, és itt van enchantos, az én, amazé. Itt láda, itt ilyen láda. Én szerintem most már felmegyek. Itt bemutatom a különlegesebb dolgokat. Előbb ezt itt visszatemetem, és kérem videósod majd a csendben. Komélka, ez nagyon nem hisz. Hagyja már csöndben videós! Már megbocsáss, de most megkértelek, hogy videózzál. Várjál már. Megkértelek, hogy videózzál. Csak videóz. Ha, nyugi. Jó vagy? Jó van, jó van. Jó van, mennyi. Hol van ez a vélkönyv? Könyves izé. Tudom, hogy sokat szolgálkozok. Nem tudom tartani. Hagyj be csöndben. Tudom, hogy sokat szórakozok itt ezzel a könyvessel, és hogy csak idő végignézni ezt a videót, de megéri. Ugyanis most jön a legjobb rész, az ablakzár. Hát, ugye itt... Hova tűnt az új a creeper? Na mindegy. Jó, hogy elment. Maradjon már csöndben, most én beszélek. Na, ez ugye... Itt feltolja a ablakhoz, és akkor úgy nem lehet kilátni. Ez ugye itt, erre még nem jöttem rá, hogy hogyan kell mit, de szerintem ezt itt csak meg szoktam húzogatni, és tökre működik. De figyeljék. És akkor ez feltolja. És ez meg lehúzza, csak nem az egészet, ami gáz. Mindig mindjárt megcsinálom, hogy az egészet is lehúzza. Vagy nem, nem tudom mennyit bír a videósom kezem. Ó, basszus! Na mindegy, ezt már megadom. Húzzá már az anyádat! Húzzá már!
Hagyjál már, mert te hülye kúpa. Na. Ha megbocsássatok, hogy ilyen csúnyán beszélek, de hát nem. Mindegy, kívül így néz ki ez a csodaszép ház. Szerintem elég szép lett. Ja, még a fenti is be sem mutattam. Itt van még egy kis kandalló, ezt itt most szépen elhagyjuk. Mert nem tudok így egy fát látni. Na mindegy, itt ugye van világágyás, én nagyon szeretem ezt a fél üveget, azért üvegeztem le minden. De szerintem így jól is néz ki. Basszus, én elfelejtettem a téglát az oldaláról. Jó van, akkor most látjátok itt, szerintem azért nem maradít meg, mert ebben már beleakad, vagy nem tudom. De mindegy, így is jó. Szerintem azért ez egy ilyen elég profi házat, nem? Majd várom a válaszokat, hogyha esetleg valaki szeretne válaszolni. És nyugodtan elmagyarázom majd, hogy egy másik videóban, hogy mit, hogy csináltam. Csak ezt itt még gyorsan leüvegezem, mert ez kurva érdekes itt, mert megbocsássatok, hogy így beszélek. Tudom, mert nem kéne ilyen csúnyán beszélnem, de hát ezt itt muszáj leüvegeznem, és ide rakok egy ajtót. Csak ahhoz ugye kell rakni egy ilyen izét, kis táblát, hogy kinyíljam. Táblát, vigyót, vigyúzt. Én basszus, ide nem tudom lerakni akkor. Egyen ahelyett kell tennem. Na, azt mondom, most jó ujjatot kiütöttem, itt basszus. Ezt így. És basszus, még mindig nem. Jó, akkor rakom ide. Na. Kész, meg is oldottuk a krízis helyzetet. Jó, akkor hamarosan vége is lesz a videónak. Remélem tetszett a ház, és sokan belájkoljátok. Hát, igen, nagyjából úgy ennyi. Még gyorsan így végig megyek látásról a ház körül, hogy lássátok, hogy esetleg nyugodtan lehet belőle ötletet venni, ötletet szeretnétek, akkor ezt direkt ilyen ötletadó háznak csináltam, mert én is nagyon nehezen jöttem el, hogy mit vagy kell, és szeretném, hogyha mások könnyebben jönnének rá. Nem szenvednének órákat, mint én. Még a vége találnak egy normális videót, amiben elmagyarázzák, hogy mit vagy kell csinálni. Úgyhogy, hát remélem segítettem ezzel a házzal megépíteni másoknak a házukat. Hát igen, szerintem azért ez elég jó építésű ház lett. Lájkoljatok, és akkor szerintem ennyi is volt.